Hawkins visszatért, és sötétebb, mint valaha. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma a Stranger Things harmadik évadának 10 legjobb pillanatát hoztuk el nektek. I'm pretty sure that mom was trying to bang her son. Wait, the hot chick was out to be King's mom? Yeah, I'm pretty sure. But they're the same age. Erre a listára olyan pillanatok kerültek fel a 80-as évekbeli kalandozások legújabb évadából, amik a mi kedvenceink voltak. Természetesen spoileresek leszünk. Well then prove it to me. Prove it. Yeah, take me back there. To the left. Yeah, I want to go back. Because some magnets fell off your fridge. Yes. Okay, makes sense. Tizedik, Mike és Tizi szeretik egymást. You're gonna have an awesome scar. You'll look even more badass. Bitchin'. Yeah, bitchin'. Nem szenvedtünk hiányt szerelmes párokban és majdnem szerelmes párokban a Stranger Things harmadik évadában, szegény Wilt kivéve. Please address me by my full name. What? My full name! Mike és 11 párosan mindig is a sorozat szíve volt, és ugyan a többiek is nagyon jók, mégiscsak nekik szurkolunk a legjobban. A finálé közepette, illetve miután Mike napokig tötymörgött azon, hogyan szerezze vissza Tizit, a lány szimplán csak odalép a sráchoz és azt mondja, ő is szereti. I love you too. Sajnos úgy tűnik, ez a rózsa egy ideig nem fog kibimbózni, mivel Joyce vállalja el 11 felnevelését, és viszi magával őt is, ahogy elköltöznek Hawkinsból az évad végén. 9. Nancy és Jonathan a kórházban. Tom, whatever you've done, it's not you. He's making you do this. Kicsit döcögősen indult ez a páros az idei évad elején. Jonathan egyáltalán nem akarta elhinni, hogy aggódnia kéne a fura patkányok miatt. Természetesen Nancynek lett igaza, és kibékültek egymással a kórházba vezető úton, de ezután csak rosszabbra fordult minden. Két nyúzott szuperszolga ejtette ott csapdába őket, és sehogy se tudták riadóztatni a többieket arról, amiért történik. No, I don't want her in my damn house. Come on, pick up! Így kettejüknek kellett felvenni a kesztyűt Tommal és Bruce-szal. A jelenet sor kifejezetten feszültre sikerült, a két fiatal szereplőt pedig simán lenyomják fizikálisan. De nem ravasságban. Sikerül egyszerre legyőzniük a két agymosott arcot, de ez csak ahhoz vezet, hogy a holttestek szétolvadjanak és egyesüljenek egy mini elmenyúzóvá, akivel már nem tudnak mit kezdeni. Nyolcadik. Dustin és Suzy duettje. Turn around. Look at what you see. Egy kicsit mi is kételkedtünk benne, hogy Dustin minden képzeletet meghaladó barátnője valóban létezik-e, de nem voltunk szomorúak, amikor ránk cáfolt a sorozat. Written on the pages is the answer to a never ending story. Ugyan a jelenet rendesen megakasztotta az eseményeket, főleg Hopper idegrendszerét, aki egy szovjet bunkerben várta a megfelelő számsort, a legaranyosabb kis kitérő volt valaha, főleg a finális sötétségének fényében. A pár elénekli rádión a Neverending Story című nótát, és mivel még a világot is megmentették ezzel, win-win szituáció lett mindenkinek. Gosh, I miss you, Dusty Bun. I miss you more, Suzy Poo. I miss you more multiplied by all the stars in our galaxy. No, I miss you. Enough! Hetedik. Hopper neki megy a polgármesternek. This guy, when I saw him, he was coming out of your office. Okay, well, I don't remember that. A gyökérképű Larry Klein polgármestert szerintem mindenki szívesen arcon csapta volna egy szívlapáttal, miután belekényszerítette Hoppert egy tüntetőcsoport letartóztatásába. Miután Hopper megpróbál dűlőre jutni Kleinnal, az egyre inkább kibontakozó botrány kapcsán a polgármester elköveti azt a hibát, hogy megemlíti Hopper betegségben elhunyt kislányát. Don't give me that dead daughter sob story. Cause I just don't care. A parade director. Ökölharc lesz a dologból, Hopper simán lenyomja a város vezetőjét, ráadásul Joyce-nak kell feltartóztatni a titkárnőt bármiféle beavatkozástól. Nem csak ennyit kapott Klein az évadban, hiszen az utolsó előtti részben, amikor Joyce találkozik vele a Vidán Parkban, kap még tőle egy csicskalángost is, miközben Hopper az orosz bérgyilkossal küzd a háttérben. Hatodik, a gyerek veszélyeztető küldetés. No fish, please.
Erika van? Lucas kishuga Erika eléggé háttérbe volt szorítva az első két évadban, így üdítő volt látni, hogy fontosabb szerepet kapott a harmadik évadban. Mivel ő volt az egyetlen a csapatból, aki elég kicsi ahhoz, hogy beférjen a fagyizó mögötti szellőző rendszerbe, hőseink komoly alkudozásba kellett, hogy bocsájtkozzanak a kislánnyal. Kap is az alkalmon, és mivel ő van nyerő pozícióban, ezért simán kiharcol magának egy életre elég fagyit a folyamat során. Commence operation child endangerment. Can we maybe not call it that? See you on the other side. Nerds. Későbbiekben nélkülözhetetlenné válik az orosz bázis helyismerete és a fantasztikusan megírt szövegei miatt, amivel többek közt ő is segít legyőzni a vörös inváziót. Booby traps? If I could see them, they'd be pretty shit traps. Wouldn't they? Thank you for that. Végtére is, nincs Amerika Erika nélkül. Do you believe everything about L and the gate and the demodogs and the mind flayer, but you question your brother's involvement? That's correct. Makes total sense. 5. Max és Tizi elmennek vásárolni. Where are we going? To have some fun. There's more to life than stupid boys, you know. Nem is lehetne a 80-as évek egy átalakító montázs nélkül, és a harmadik évad végre adott nekünk egyet. A két lány összefonódása abszolút frissítő élmény volt a srácok nélkül, és amikor elmennek vásárolni a Starcourt Plaza-ban Material Girl című számmal a háttérben, volt ennél üdítőbb jelenet? 11 új stílusa szerencsére megmaradt az egész évadra, ahogy a Max-el kötött új barátsága is, ráadásul a jelenet azzal ér véget, hogy nagy önbizalommal még Mike-ot is lapátra teszi, miután az hazudott neki a beteg nagymamájáról. I dump your ass. 4. Murray kiabál Hopperrel és Joyce-szal. What are you gonna do? You gonna walk back to Hogan? I will do anything if it gets me away from you! Children! 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 Évezredek óta kerülgetik egymást, és a harmadik évadban végre elkezdenek közeledni, amikor összeállnak, hogy kiderítsék, mi a baj Joyce hűtőmágneseivel. Az események sodrásában csatlakozik hozzájuk Smirnov és Murray, aki az egyetlen ember, aki tud oroszul a környéken. Miután az előző évadban Murray már eljátszotta a randiguru szerepét Jonathan és Nancy között, ismét előveszi ezt a képességet és nagy lendülettel kirakja Joyce és Hope elé azt, amit mindketten tudnak, de egyikük se vállal fel. Why don't you two cut the horseshit and get to the part where you admit your sexual feelings for one another? Whoa! You are way off base, buddy! Oh, spare me, spare me, spare me! Azt mondja nekik, hogy vagy fogják be mindketten, vagy most azonnal húzódjanak félre, és essenek egymásnak, kimondva végre azt, amit minden néző nagyon várt már. Please, for my sake, either quit your bickering or pull over, tear off those clothes, and get it over with already! 3. Billy megmenti 11-et. Leave me alone! Go back! This is your new sister. A második évadban mutatta be a sorozat a klasszikus 80-as évekbeli rossz fiút Billit, aki egy igazi imádjuk utáni karakter lett. Ő lett az elmenyúzó legfélelmetesebb katonája, aki majdnem kinyírja kedvenc gyerekcsapatunkat a negyedik részben, hogy aztán a hetedikben rájuk küldje a kifejlett elmenyúzó szörnyet, ami végül Hopper házát rombolja porig. Az utolsó pillanatban, még mielőtt meg tudná ölni, Tizinek sikerül eljutni a Billy személyiségéhez az anyukája emlékén keresztül, és végül a fiú feláldozza magát a lány megmentése érdekében. Sosem gondoltuk volna, hogy ekkora pálfordulásra lesz képes a karakter, és borzasztó volt látni meg szenvedését a hősi halált követően. Második, Robin vallomása. Have you ever been in love? Mindannyian azt hittük, hogy Steve megtalálja az igazit, főleg miután elkezdtek a fagyizós kollégájával Robinnal egyre közelebb kerülni egymáshoz. Sajnos végül semmilyen nem történt, amikor a lány bevallotta, hogy nem Steve-re volt rágerjedve annó a suliban, hanem a lányra, aki nem tudta a fiúról levenni a szemét. And you were a douchebag. And you didn't even like her and I would go home and just scream into my pillow. 3 évad után végre a Stranger Things is előrántott egy karaktert az LMBTQ közösségből, és sok új érkezővel szemben ő túl is élte az egész évadot. Remélhetőleg a folytatásban még többet kapunk a majohok által játszott karakterből. Who's
she does not sound like that. Sounds exactly. That's no, a great impersonation like of her. You sound like a Muppet. Szegény Steve, ezzel 7-ből 0 az eredménye már. You know that means you suck. Yep, I can read too. Srácok, én rohadt gyorsan haladtam az évaddal, szerintem 2 nap alatt végeztem vele. Én mondjuk elettem volna azzal is, ha Steve különböző gyerekekre vigyáz 8 részen keresztül. A 80-as évek zenét és a szinti popot már meg sem említem inkább, annyira király hangulatot varázsoltak nekünk. Van ötletetek az elsőre? Mutatunk nektek még pár vigazdíjast, aztán meglátjuk, hogy igazatok lette. Thanks. This is my first day here. And another one bites the dust. Here's what's gonna happen. I'm gonna drive you home. And I'm gonna speak. And you're going to listen. I don't know who you are, if you're some glorified secretary or what, but if you don't want to lose your job, here's what's gonna happen. When I hang up, you're gonna get up off your ass and you're gonna go find Owen, tell him what's going on. But I know that's naive. It's just not how life works. It's gonna hurt like hell, okay? Okay. Should stay real still. Here, you're gonna wanna bite down on this, okay? Jesus Christ. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hiszen minden héten új videók kerülnek fel, és nyomd meg a kis harangombot is, hogy elsőként értesülj ezekről a tartalmakról. Első, Hopper sorsa. A terrible tragedy struck this small town. But this was not this small town's first brush with tragedy. Egyetlen halál a sorozatban se sikerült annyira lesújtóra, mint Hopperé, amit még fájdalmasabbá tett a 11 által megtalált beszéd, amit neki és Mike-nak írt a sheriff még az első epizódban. I know this is a difficult conversation, but I care about you both very much. Joyce-nak nincs más választása, mint bezárni a tótágasba vezető kaput, megpecsételve ezzel mindenki kedvenc apukájának a sorsát. De valóban megpecsételte? A Hopper szkeptikusok szerint szó sincs erről, mivel nem láttuk valóban meghalni őt, és a stáblista utáni jelenetben is emlegetnek egy amerikait a szibériai börtönben. Lehet, hogy Hopper átjutott a kapun, mielőtt Joyce bezárta azt? Hogy lehet összeköttetésben a Hawkins-i helyen lefelé Szibériával? Istenem, hol van már a negyedik évad? Nektek mi volt a kedvenc pillanatotok a Stranger Things 3. évadában? Írjátok meg kommentben, nézzétek meg korábbi videóinkat is, például a hasonló válogatást a 2. évadból, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!